Életünk elválaszthatatlan része az első ringató, höcögtető, a gyermekirodalom gyöngyszemeiként ismert verse. Ezek csíráiból nőnek ki, felnőtt létünk, megismételhetetlen gondolataink. Ünnepeljük mindazokat, akik gyönyörű rímekben mondják el, személyesnek érzett gondolatainkat. Tavaszi szél mókázik, kicsi madár nótázik, vígan szól a dalocska, kisütött a napocska. Rejtelmek, ha zengenek, ördálok, mint mesékben, bebújtattál engemet, talpig nehéz hűségben. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. Azért vezettem be a költészet napjának e fajta megünneplését, mert ez is megmutatja, hogy Gyulán a kultúra magyar városában a kötődés a kultúrához, az a nagyon erős kötődés, ami a gyulaiakra jellemző, már az óvodások nemzedékénél megjelenik. A gyulai óvodapedagógusok elhivatott munkájának az eredményeként már megismerik és megszeretik a líra értékeit egészen kiskorban a gyulaiak. Ezt is kifejezzük ilyenkor a költészet napjára. Virág nyílik, ahol járok, ángak végén kifegek. Tündér szárnyam nyomában már, ott virít a kikelek. Hát én már itt válaszok, virágom, virágom. Te engemel, én téged. Kezedbe teszem a könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben. Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát. Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott. Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árvánfázót. Kezedbe teszem fénylő kulcsot, hogy meleg legyen, és várjon otthon. Menj hát, és vinn magaddal a gyerekeket, hogy a kezükbe tehesd a szeretetet. Itt van már a kikelet, a napocska integet. Rügy fakad a fágon, kinyílott a virágom. Trilla, trilla, trillárom, én a tavasz imádom!